Köszönöm szépen a tapsot, jó estét kívánok mindenkinek. Hát egy gyermekkori ismerősömről szeretnék beszélni. Gyermekkor, tudjuk mi az a gyerek egyébként? Van itt valakinek gyereke? Nem itt, ugye egyáltalán el lehet vonatkoztatni így konkrétan a kérdéstől, nem, senkinek sincs. Na most a... Van? Nincs. A gyerek az, azt kell tudni róla, hogy kiskorában még ilyen kicsi, tehát olyan két tenyérnyi, pici, puha, és hogyha nem takarítják, büdös. Na most ezzel együtt még hanghatás is jár ilyenkor. Három fajtája van, a rózsaszín, a barna és a sárga. Ezen kívül, amit még érdemes róla tudni, hogy a gyerekhez kell mindig egy apa és egy anya. És akkor így mindig megy az apa, és keresi az anyának valót, és megy oda, hogy... De jó nézek, én nem... Nem kell neked egy gyerek, hi? Azt mondja, hogy hát neki nem, na akkor megy tovább. De jó nézek, neked nem kell egy gyerek. Azt mondja, hogy hát neki kell. Na nekem meg tőled nem kell, rohadjál meg. Aztán így keresgél egészen addig, amíg meg nem találja az anyának valót, na akkor zsupsz, beugranak az ágyba, és elkezdődik a birkózás, egészen addig, amíg ki nem derül, hogy na most már jön a gyerek. Na ebbe a pillanatban az apa veszi a kalapját, kabátját, és elindul vándorútra, hogy ne zavarja az anyát a gyereknevelésben. Ezért most apáról több szót nem is beszélnék. Van viszont az anya, ami hát egy nagyon fontos dolog, van az a mondás, hogy anya csak egy van, cáfolnám, szerintem van több is, önnek is biztos volt egy anyja, nekem is van egy, az már kettő. Azért nagyon fontos az anya, mert a gyerek első lakása az anya. Pocak lakó, ugye, ahogy mondani is szokták, na most a mai társadalmi helyzetet nézve több lakása nem is lesz. Ezt még nem árt, hogyha tudjuk. Ilyen gyerekkorban ismerkedtem meg, körülbelül 6 éves voltam Hunyadi Mátyással. Onnan tudom, hogy ő nem az igazi Hunyadi Mátyás, mert az igazinak nem dobták ki 4 éves korában a bal szemét Szilvával. Az övét meg igen. Egy ilyen vidéki nyaralás alkalmával történt ez. Bemutattak neki, és ő elém állt, és csak annyit mondott, hogy... Körülbelül ugyanígy néztem most, mint önök. Azzal a különbséggel, hogy én be is húgyoztam. Na most ezt a kis sokkot kihasználva ő egyből fölkapott a nyakába, és elkezdte velem játszani az egyik kedvenc játékát, ami nagyjából így nézett ki. Na mi van? Hát itt már hangot adtam ki. Ő azt hitte, hogy röhögök, és ez elkezdte gerjeszteni ebbe a játékba, de nem röhögtem, hanem üvöltöttem, mert a nyakszirtjén pépesre zúzódtak a heréim. Úgyhogy ezt ilyen negyed óra játék után észre is vette, majd letett a földre, látta, hogy pityergek, megnyugtatásul adott egy barackot, ami miatt az állkapcsolóban majdnem kitörtem a bokámat, majd csak annyit mondott, hogy oj, te pesti nyekenyóka! Ezután elmentünk lovaskocsit hajtani. Megtanított. Na most ennek csak az volt az egyetlen problémája, hogy a lovak azok szerintem nem zabot ettek. Mert valami olyan elképesztő bélműködéssel rendelkezett az a két ló, amit még imitálni is nagyon nehéz. Tehát tulajdonképpen biztos, hogy embert ettek. Na, mondjuk ki nyíltan. Az első puki az úgy meglepett, már csak a szagát illetően is. Ezért készültem a másodikra, és így lassan néztem, ahogy így tágul a lónak a lyuka. Látszott, hogy ott erőlködik, valami be van szorulva egy kicsit, aztán... Hát, tulajdonképpen olyan dózist kaptam, hogy így egy olyan 10-15 másodpercig nem nagyon tudtam pislogni. Ki is használtam az alkalmat, és átfordultam Mátyáshoz, hogy ez mi a szar volt. Na most Mátyás pedig üvöltve röhögött bele a pusztába fospermetes arccal, és csak annyit mondott, hogy szívjad be egészség! Egyébként Mátyás az, aki lóval jár kocsmába, az a baj, hogy a pultig megy. Tehát van, hogy csak a ló jut el a pultig, ez azt jelenti, hogy Mátyás már a kocsma előtt is ivott, és
ezért fönnakadt az ereszen. Egyébként ebben a kocsmában érdekes beszélgetések zajlanak. Például láttam két embert, aki egymással szemben ült, és ezen vitatkoztak, hogy a te rohadt vakondjaid túrják szét az én földemet. Nem, meg a te kurva vakondjaid túrják szét az én földemet. És ez így igen hosszan tartott, ami alatt volt időm elgondolni, hogy tulajdonképpen milyen is lehet vakondot idomítani. Mert ezek szerint lehet. Füttyentesz neki? Gyere ide! Kiássák magukat a földből. Srácok. Átmentek a Géza földjére, és szétbarmoljátok, értitek? És mint a rakéták a földben becsapódnak Géza földjére, és szétrágnak minden. Miután visszajönnek persze, kilóg a kis fejük a földből, és lehet bele dobálni a répát, mint a delfineknek. Na, azt hiszem, mégiscsak a legnagyobb keménység az a sétáltatás, nem? Lóg bele a póráz a föld alá, és jönnek melletted a buckák. Úgyhogy a jövő befektetése a vakond. Hát és még itt van ebbe a kocsmába az úgynevezett kurva anyád gép. Ennek azért ez a neve. Rááll a paraszt előtte, dobja bele az aprót. Hoppa, kurva anyádat. A kurva anyádat. Így megy, fokozódik, és van egy nehezítő tényező a játékosoknak, az pedig Jóska, a falu bolondja, aki a játékos aurájában áll, nagyjából itt. Nézi a játékost, és minden egyes vesztés után csak annyit mond, hogy... Na most hát ez, lássuk be, hogy kicsit idegesítő, úgyhogy olyan 6000 forintnál szokták elbaszni, és akkor ő így befejezte egy heti tevékenységén. És végezetül pedig szeretnék bejelenteni valamit. Hát februárban egy új családtaggal lettünk gazdagabbak. Kisfiú, nagyon aranyos, olyan 80 kg és 180 cm magas. Bárány úrnak hívják, és fűtés, víz, gáz szerelő. Ez az egész úgy alakult, hogy mi februárban megkértük, hogy a cirkót szerelje meg, azóta folynak a munkálatok. Hát nagyon hideg telünk volt, azt el kell mondjam, de hát végül is egy új családtag. Na most vele az egy probléma van, hogy ő egy teljesen más világban él. Ebben a világban nincsen olyan, hogy idő. És bár a leszarja, hogy a miénkben meg van. De ez úgy általában jellemző a szakikra, és ő így el van, borzasztó lassú, nagyon lassan pislog a nagy szemeivel, nagyon lassan habzik a szája beszéd közben, és úgy van úgy levitel. Tulajdonképpen úgy érzed magad mellette, mint egy ilyen ideges, ganajtúró bogár a szar körül. Tehát, ha te nem tolod magától, nem megy. Na most van még egy nagyon rossz tulajdonság, hogy imád beszélni. És hogyha ezt az előbbi rossz tulajdonságával összekötjük, ez valami olyan brutális kombót ad, amikor, ha most visszatérek a Scarabeus bogárra, akkor tulajdonképpen, mintha ennek a kis galacsinnak, amit ő gurít, ennek így lába nőne, és ellentolna a bogárnak. Tehát egy ilyen teljes lehetetlen helyzet. Ezért van egy aranyszabály, hogy soha ne kérdezz vissza. Én ezt véletlenül elmulasztottam, mert nagyon siettem, visszakérdeztem, és már láttam, hogy a pupillái kitágulnak, belekerültem a fókuszba, és elkezdi mondani. Igen, pontosan az a probléma itt is, mint egy másik házban volt. Kóboráram. Az a baj, hogy ahogy... Tehát a hölgyet kérdeztem, hogy nagyjából maguknál mikor ment el a cirkó? Hát azt mondja, hogy 18-án. Azt mondom, 18-án mikor?
Azt mondja, 18-án délelőtt. Uh-huh. 18-án délelőtt mikor nagyjából? Azt mondja, úgy a reggelinél. Jó, mondom, akkor ki fogok menni a reggelihez. Készüljenek föl, ki is mentem, mondtam nekik, tegyenek úgy, mintha itt se lennék. Na most el lehet képzelni, hogy a habzószájú autista ott van a reggelidnél, és figyel. És akkor így reggeliznek, egyszer csak elmegy az áram. Na mondom, ott. Azt mondja a hölgy, hol? Hát mondom, ott. De hol? Kérdezi, hogy... Na, ebben a pillanatban használtam ki az alkalmat, hogy lassan pislantott egyet, egyetlen esély, kiugrottam az ajtón, bármi is lesz. És a legdurvább mit hallok? Azt mondom, ott. Hol? És ő így nyomja. A harmadik, vagy talán a negyedik nagyon durva tulajdonság, hogy hihetetlenül okos, intelligens és nagyon szakképzett, ezért megkérdőjelezhetetlen a tudása. Ennek köszönhető az, hogy odavittem egy gázkonvektorhoz, és mondtam, hogy Bárány úr, ereszt a gázkonvektor, legyen szíves, csinálja meg. Nem. Nem ereszt, vagy mire gondol? Nem. Hát de Bárány úr, hát fetreng a család a gázban, hát csináljon már valamit. Nem. Az a baj, hogy ki kéne nyitni az ablakot. Mondom, maga most azt mondja, hogy mínusz 40-ben a válság idején, télidőben itt nyitott ablaknál fűtsünk. Az. Hát mondom, akkor hívjuk ide a kollégákat, nézzék meg ők is, mert hát én ezt nem bírom. Jöttek a kollégák, csomó szakképzett ember, körbeállták a konvektort, mint benszülöttek az űrhajót. Nézegették, hát és egyik fele nem értett hozzá, a másik fele meg hamis tanú, tehát egyből mondták, hogy semmi baj nincs, jó lesz. Na hát, Bárány úr meglátta a bal szemem sarkába a könycseppet, majd megnyugtatólag előhúzott egy gáztűzhely gyújtót, és annyit mondott, na majd most meglátja, hogy nem ereszt. Mondom, azt most te azonnal leteszed. Nekem nincs szükségem arra, hogy a te bajuszod beleigén az én homlokomba. Vagy gyorsan tegyed le. De amilyen lassú, úgy általában Bárány úr, olyan nagy sebességgel mozdult, és már is oda kattintod. Egy ilyen másfél méteres gázcsóva megpörkölte nagyapám képét a falon. Majd csak annyit mondott. Tényleg ereszt. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó estét kívánok! A szünet után folytatjuk.